talán ami rám közvetlenebb hatást gyakorolt, azt mondanám, hogy, hogy miután apám Ottli Gézának volt az egyik legjobb barátja és, és bridge partnere, és Ottlik ugye két sarokra tőlünk lakott <laughs> például 56-ban, és azokban a napokban is sokat voltunk együtt, tehát ő egy, egyik, ilyen, egyik ilyen igazodási pont, és hát én Mára itt és Bíbót szoktam még így emlegetni, akik azt hiszem, hogy engem így világnézeti szempontból körülbelül, körülbelül elhelyeznek. Építész szerettem volna lenni, és, és ugye akkoriban, ez ugye 59-re esik, és hát nagyon, hogy mondjam, csatornázva volt az, hogy kit hova vesznek fel és hova nem. Az építészkar az egy nehéz ügy volt, az, a piarista gimnáziumban köztudott volt, hogy oda piarból föl nem lehet bekerülni. Akkor elmentem segédmunkásnak, mert ugye akkoriban az volt a, az volt a szokás, hogy hogy abban a szakmában, amiben az ember akart ér előre jutni, ott kellett segédmunkásként dolgozni. Kettes számú épületelemgyárba beálltam, megmutatták, hogy ott van az udvaron egy 10 méter magas sóderhegy, a végében egy szállítószalag, mellette áll három cigány, itt van egy lapát, állj oda melléjük és szórjad a sódert a szállítószalagra. Na most ez nekem nem okozott különösebb gondot, mert sportoltam, és hát bírtam a lapátolást. Úgyhogy aztán persze kiemeltek, és hát különféle óriási kalandjaim voltak, mert brigádvezető lettem, meg egyéb, szóval nem akarom ezt nagyon szifrázni, de, de hálás vagyok jó Jóistennek, hogy hogy, hogy, ilyen környezetbe kerültem, mert úgy szoktam mondani ezt a fiamnak, és mondtam nem olyan régen, hogy az embernek tudnia kell azt, hogy a melósok hogyan morognak a bajszuk alatt. És azt csak akkor hallod, hogyha közöttük állsz. Világosító a fiam egyébként, úgyhogy szerintem jó, jó, a, jó, a, jó helyről indul. Mondtam, hogy majd, majd felkapaszkodsz a ranglétán, ameddig tudsz, de, de kezd ott a dolgokat. Szóval én is ott kezdtem, és következő évben persze megint nem vettek föl, és akkor, és akkor volt pótfelvétel, a katonaság ugye már nagyon a nyakunkba volt, akkoriban ugye ez nagyon két éves szolgáltat jelentett, úgyhogy ezt nagyon szerettem volna megúszni, és elmentem iskolci Műegyetemre, pótfelvételére, fölvette gépész szakra, ami hát nekem nagyon nem nagyon tetszett, de hát mit volt mit tenni, és akkor volt, jött egy érdekes fordulat, hogy az első szeptemberi hétvégén, amikor följöttem Miskolcról, akkor bementem a műegyetem budai központi épületébe, ahol már tudtam, hogy hol van az építészkarnak a, a dékáni hivatala, és mondtam, hogy hát én Miskolca járok, de én szeretnék ide átjönni, Meg, megoldható -e ez? És mondták, hogy nincs semmi akadálya. <laughs> Úgyhogy letettem két különbözeti vizsgát, és januártól vagy februártól már ott voltam, és oda jártam négy éven keresztül, amikor aztán, mint Bereményi Géza, és itt már a történetünkhöz kapcsolódom, is megírta, generációnk minden egyes tagja filmes kívánt lenni. A Muskátli Espresso-ban gyülekeztünk, és, és 64-ben, amikor az a bizonyos felvételi hírásra került a Herskó osztályba, akkor Halász Misivel, Konc Csabával, Pintér Georgal és sokakkal másokkal együtt jelentkeztem és hát föl is vettek, úgyhogy végül is félbeszakítottam a tanulmányaimat négy év után, aminek a szüleim megint csak nem nagyon örültek, de hát látták rajtam, hogy, hogy, hogy elszánt vagyok, és hát azért ők is érezték, hogy ez valami komoly lehetőség, úgyhogy attól kezdve hát filmes vagyok.